A háború legjelentősebb orosz sikereit elérő Wagner magánhadsereg tulajdonosa szerint az oroszoknak Ukrajnát sikerült militarizálniuk a hogy demilitarizálták volna. Illetve, hogy csak a Wagner csoport több embert veszített Bakhmut a során, mint az egész szovjet hadsereg Afganisztánban. Jevgenyi Prigozsin szerint az optimális forgatókönyv az lenne, ha az Egyesült Államok kihátrálna a háborúból, és Kína tárgyalóasztalhoz ültetné a feleket. Noémi. Köszönöm szépen Somkuti Bálintal, a Matthias Korvinus kollégium geopolitikai műhelyének kutatójával elemezzük a témát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindjárt visszatérünk a Wagner csoport tulajdonosának interjújára, a nyilatkozatára, de kezdjük talán azzal, hogy Oroszországnak ugye kilenc hónap után sikerült elfoglalni a Bakmutot nagyon sok mindent veszített Oroszország is, az alatt az ostrom maradt, rengeteg áldozatot követeltek a harcok, de miért volt ennyire fontos, és miért volt stratégiailag ennyire nehéz elfoglalni ezt a várost? Gyakorlatilag három védvonal épült ki Donbass régiójában a 2018-as gyakorlatilag népfelkelésnek nevezhető megmozdulás után, amelyet az ukrán hadsereg épített ki. ennek az első eleme az Lisicsansk és Szeverodonetszk volt, a második védvonalnak a központja az Bakhmut és Szeverszk városa, és van mögött egy harmadik védvonal is. Tehát gyakorlatilag ennek a védvonalnak az áttörése volt az orosz cél. nagyon érdekes, hogy az orosz hadsereg azért nagyon sok, vagy mondjuk inkább értékelhető számú gyengeséggel rendelkezik. Viszont egy ilyen megerősített helynek az ostrom, akkor ezek a gyengeségek nem jelentkeznek. Tehát az, hogy ők egy olyan pontot támadtak, amire tudták, hogy azoknak mindenképpen meg kell, hogy védjék, az egy nagyon fontos eleme volt az orosz stratégiának, és a utólag elmondható sikere jártak ezen a területen, hiszen Bakmut elesett végül 9 hónap után. elemzők szerint az oroszok most védekezésre állhatnak be, mert nincsen erejük egy stratégiai támadásra, viszont az ukránok pedig lépéskényszerben vannak, hát egyik sem egy, egy jó helyzet, mindegyik egy kényszerállapot. Mi következhet ezután? Uh, ukrának mindenképpen ellentámadást kell indítania, Hiába kapott jelentősen kevesebb fegyverzetet nyugatról, mint a tavalyi év során, amikor nyáron egy nagy sikerű offenzívát tudott indítani, most azonban nagyon komoly elvárások vannak az ukrán vezetés irányába, és mindenképpen valamikor a közeli napokban vagy hetekben el kell indítani egy támadást. De nyilván ez egy olyan orosz hadsereg ellen fog indulni, ami már fölkészült valamilyen szinten, és a tavalyi meglepetés nagyon nehezen lesz megismételhető, nem lehet teljesen kizárni a lehetőséget, hogy valóban újra meg tudják letni az oroszokat. Yeah, ez ennek az ellentámadásnak egyébként milyen sikere lehet, mert annak ellenére, hogy arról beszélünk, hogy az oroszoknak védekezésre kell beállni, vagy állhatnak be, az elmúlt napok eseményei nem ezt mutatják, hanem azt mutatják, hogy egy minden eddiginél nagyobb dróntámadást indítottak például Kijev ellen, és az ukránoknak most ezt a területet is védeniük kell, és meg kell osztaniuk a figyelmüket. Igen, érdemes szétválasztani, hogy a dróntámadás az, a, az, a, az egy stratégiai művelet, tehát az egy, az egy légi hadművelet, amelyet az utrán kritikus infrastruktúra és a, a, a vezetés, illetve a, a politikai célpontok ellen indítottak, nyilván elsősorban a katonai célok ellen, hiszen a, a fő cél annak a energetikai rendszernek a megsemmisítése, aminek Ukrajna gyakorlatilag létfontosságú eleme. A, a szárazföldi front az egy másik történet. Tehát hiába vannak a levegőben fölényben az oroszok, az ukrán légvédelemnek köszönhetően a fronton ezt viszonylag kevésbé tudják alkalmazni, bár egyre inkább jelenek meg orosz vadászbombázók a csatamezők felett. Úgyhogy gyakorlatilag ez a két terület ez egymástól független. A, a, szárazföldi erőkben inkább egy kicsit még mindig ukrán fölény van, bár korán sem a tavalyi folyamán. A levegőben azért pontosan ezek a támadásokat mutatják, az orosz orosz dominancia jelentősebb. És akkor ezzel kapcsolatban érdekes a Wagner csoport tulajdonosának a nyilatkozata, aki ugye a felvezetőben hallhattuk is úgy fogalmazott, hogy Oroszországnak sikerült tulajdonképpen militarizálnia Ukrajnát a helyet, hogy de militarizálta volna, és hogy egyébként Bakhmut Ostrománál többet veszített Oroszország, mint Afganisztánban teljes Oroszország. Hogyan kell ezeket a kijelentéseket érteni? Abban azért igaza van Prigozsinnak, hogy valóban jelentős veszteségeket szenvedett el az orosz hadsereg és ezen belül a Wagner csoport Bakmut Bach ostrom, akkor több tízzer halottról és közel három nézszerűen sebesültről lehet tudni, de azért a Prigozsin szerepét nem szabad túlságosan túlhangsúlyozni, ugye ő egy olyan figura, kicsit mint a népmesei hős, a legkisebb gyerek, aki elindul és szembeszáll a hatalomnak a sárkányával. Vannak párhuzamok egyébként a stílusában, Hofi Gézával is Prigozsinnak. Tehát nagyon szereti a nyugat a Prigozsinféle erős kijelentéseket fölnagyítani és szembeállítani az orosz vezetésnek a mondjuk így rendkívül sematikus és sokszor nagyon már-már nevetségesen túlzó állításaival, de Prigozsin azért csak egy szereplő ennek a küzdelemnek, ennek a tényezőnek. Tény az, hogy nagyon komoly eredményeket ért el a Wagnerrel, de az is biztos, hogy ő csak egy a szereplő közül, amit ő nagyon szeret túlhangsúlyozni. Tehát azért bármi, amit mond, meglehetősen kritikával kell fogadni, hiszen sokszor túljátsza a szerepét, pontosan azért, hogy a, azoknak az elemeinek megfeleljen az orosz társadalomnak, akiket, akik úgy érzik, hogy igazából csak ők őket. Na de ez egy kritika, amit megfogalmazott Oroszországgal szemben, hogyha jól értem, azt mondta, hogy, hogy tulajdonképpen militarizálta Oroszország Ukrajnát. Igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes felvetés a részére, ugye nagyon vigyázott eddig arra, hogy az orosz vezetéstek inkább Putyin elnököt semmilyen szempontból ne támadja, és sokkal inkább a haragja és a kijelentésére kritikái inkább a katonai vezetők ellen irányultak, akiket ő korruptnak, tehetetlennek és lustának jellemzett. Ez most már a második olyan kritikája direktben az orosz vezetés legfelső vezetés irányába, amit eddig nem szoktunk meg tőle, Idővel ki fog derülni, hogy ez is egy ilyen gőzleresztő szerefunkcióként működött, és, és csak kimondta azt, amit, amit sokan gondolnak, és valójában a. a mondjuk így a legfelsőbb vezetésnek a jóvágyásával cselekedett, ha kiesik egy száda ablakon, akkor valószínűleg túl messzire ment. Ha már Ukrajna militarizálásánál tartunk, ugye az Egyesült Államok újabb légvédelmi rendszereket küld rakétákat, szállít 285 millió dollár értékben Dánia és Hollandia, és úgy döntött, hogy F-16-os vadászgépeket küld Ukrajnának, sőt egyébként Svédország is engedélyezheti, hogy az ukránok teszteljék a svéd grippeneket, miközben Oroszország pedig arról kommunikált, vagy azt közölte, hogy nukleáris fegyvereket telepítenek Fehér-Oroszországba. Előszobája lehet ez egy újabb eszkalációnak, és hogyan alakulhatnak az erőviszonyok? modern nyugati vadászgépeket kap az mindenképpen egy eszkalációs lépés, de hát láttuk korábban a harckocsik vagy az önjelentűzéség esetén, hogy mindig volt róla egy szándék nyilatkozat, hogy ezt már pedig nem fogjuk odaadni, aztán utána a háborús helyzet változásával Ukrán megkapta ezeket az eszközöket. Ugye korábban nagyon sokáig arról volt szó, hogy nincs értelme önmagában csak vadászgépeket adni, hiszen nagyon sok elem kéne hozzá légtérfigyelés, kiszolgáló, támogató személyzet, egyéb típusú repülőgépek, amik hatékonyá tennék az f a működését, aztán váltam megint megszületett a döntés, hogy ez a típus mehet. Itt mindig az a kérdés ebben a háborúban, hogy mennyi, mennyi érkezik belőle, hány darab. Ugyanúgy, ahogy az 50-100 darab nyugati harckocsi, vagy akár 200 darab nyugati harckocsi nem fog jelentős változást okozni, ugyanúgy 50-70-80 f os sem lesz arra képes, hogy döntő mértékben megváltoztassa a háború menetét, az biztos, hogy az oroszokat tovább fogja hergelni. Innen folytatjuk legközelebb Somkuti Bálénnak. Köszönjük szépen, hogy Köszönöm itt szépen. Volt.